Sziasztok! Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, engedjetek meg egy kis kitérőt. Mivel nemrég elértük az 50 ezer feliratkozót, egy különleges videóval szeretnénk kedveskedni nektek. Arra kérünk titeket, hogy írjatok kommentbe kérdéseket, amelyeket majd egy következő videóban megválaszolunk. A kérdések vonatkozhatnak ránk, készítőkre, de akár magukra a videókra is, egy szóval bármire, amire kíváncsiak vagytok. Na de térjünk is át mai videónk témájára, Dél-Koreára. A következő pár percben különböző érdekességekkel találkozhattok, amelyekről még biztosan nem hallottatok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! A dél-koreai vezetéknevek közel fele Kim, Lee, Choa vagy Park. Ezek közül a leggyakoribb a Kim, mely a lakosság több mint 20%-át jelenti, de a Lee száma is eléri a 10%-ot. A sokatok számára biztosan ismerős Psy, aki 2012-ben a Gangnam Style című dalával valóságosan felrobbantotta a YouTube-ot, a Park vezetéknevet viseli. A legtöbb profi e-sport játékos. A napjainkban egyre népszerűbb e-sport képviselői legnagyobb számban Dél-Koreában vannak jelen. Ezek után nem meglepő, hogy számos játékban egyeduralkodók, így például a League of Legends-ben is. Ez többek között annak is betudható, hogy Dél-Korea rendelkezik a világ leggyorsabb internethálózatával. A lakosság csupán 3%-a túlsúlyos. Dél-Korea Japánnal egyetemben a legfittebb ország a világon. Összehasonlításképpen egy 2015-ös felmérés alapján Magyarországon a lakosság 30%-a túlsúlyos. A lista élén egyébként az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó található közel 40%-kal. A férfiak 20%-a sminkeli magát. A dél-koreai férfiak évente több mint 250 milliárd forint értékben vásárolnak különböző kozmetikai és szépségápolási termékeket. Ez az elképesztő szám a világszinten vásárolt férfi kozmetikumok negyedét teszi ki. Ezek után már nem meglepő, hogy Dél-Koreában végzik a legtöbb plasztikai beavatkozást. Robot börtönőrök. 2012-ben Pohang városa adott otthont az első olyan börtönnek, ahol robotok voltak az őrök. Kíváncsiak vagyunk, vajon világszerte elterjed-e a robotok ilyen jellegű alkalmazása, minden esetre az biztos, hogy az őzsebükből nem lehet majd kicsenni a cella kulcsát. Shopping őrület. A dél-koreaiak imádnak vásárolni, ez nem is csoda, hisz itt találhatóak a világ legnagyobb bevásárlóközpontjai. Ha ez önmagában nem lenne elég, a plázák többsége hajnali 4-ig nyitva tart, így akár az is megtörténhet, hogy egy esti vásárlás hajnalig fog tartani. A koreai taxik. Ha a taxikra gondolunk, valószínűleg egy sárga autót látunk magunk előtt, Koreában ez azonban nem ilyen egyszerű. Szöul utcáin fekete, fehér és szürke színű taxikkal találkozhatunk, melyeknek megvan a maguk jelentése. A fehér és szürke színű taxik hétköznapi járművek, sofőreik esetenként kevésbé tapasztaltak. A fekete színűek ezzel szemben luxusautók, melyeket a legtapasztaltabb sofőrök vezetnek. Online vásárlás. Egy 1999-ben született törvény értelmében az online vásárlásokat és banki ügyeket kizárólag az Internet Explorer böngészőn keresztül lehet elvégezni. Sok dolog van, ami miatt irigyelhetjük a koreaiakat, ebben azonban nem szívesen lennénk a helyükben. Ti melyik böngészőt használjátok? Írjátok meg kommentben! Okos közösség. 2013-ban a dél-koreaiak 78%-a rendelkezett okostelefonnal, ezzel világszinten ők állnak az első helyen. Plusz érdekesség, hogy a 18 és 24 év közöttiek több, mint 77%-ának lapul a zsebében egy okostelefon. Valentin nap. Ezen a napon Dél-Koreában szokás szerint a nők ajándékozzák meg a férfiakat, majd pontosan egy hónappal később, március 14-én az ajándékozás fordítva történik. Ilyenkor a férfiaknak háromszor olyan drága ajándékot kell adniuk, mint amit Valentin napon kaptak.
Ezzel a lista végére értünk. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!